Üdv mindenkinek, illetve Isaac üdvözlöm. Mindenkit adásunkat megszakítjuk, mert abszolút nem Isaacnek kéne most jönni a menetrendben, de néhány apróságot szeretnék gyorsan elmagyarázni, és akkor gondoltam, miért ne legyen ma Isaac, hirtelen most úgy sincs kéznél más. Nem akarok csak egy random ilyen néz meg feltétlen, mert fontos videót berakni, legyen egy Isaac, amit nézni meg feltétlen, meg fontos. Lehet, hogy a játéknak most nincs hangja, ez esetben me a maxima culpa. Explittel próbáltam felvenni, most valami megint nem tudom, úgyhogy most visszatérnék a Camtasiára, az meg nem veszi fel az Isaac hangját, utálom az egészet. Na mindegy. Lényeg a lényeg, több közérdekű információnk van, miközben itt Isaac, illetve Judas boldogan sétálgat körbe-körbe, mindenkit halálra sírogatva. Az egyes számú közérdekű információ az az, hogy az XCOM Let's Play az 15-e és nem 12-e, mint hogy én azt némileg tévesen beharangoztam, mert 12-e jön ki Amerikában. Én viszont nem Amerikában tartózkodom, mint bizonyára tudjátok, legalábbis tudomásom szerint Budapest egyelőre még nem Amerika, úgyhogy ebből következően a játék csak 15-én várható. Brühühű. Így viszont addig kicsit káosz van és átrendezés és stb. Scribblenauts eléggé csúszásban van, úgyhogy teljes az őrület ahhoz képest. Elvileg, szia Rainbow Baby, ahhoz képest én elvileg milyen jól kitaláltam, hogy itt mi lesz novemberre. Közel nincs már hozzá és a fele nincs is felvéve, még teljes a káosz. Na mindegy, ezt titeket ne érdekeljen, úgyis jönnek fognak a napi videók, ez ha csak nem történik valami tragédia. Na ez az egyik apróság. A másik apróság az pedig az, amit én így kb. Vicceskedve, szia videó, gyorsan megölnélek, és addig picurit figyeljünk az Isaac eseményeire, mert ne felejtsük, hogy pardon, bocsánat, ne felejtsük, hogy mi azért jelenállás szerint nem nagyon vagyunk túl, hát nem mondanám, nem vagyunk túl életképesek, de az életerőnk hagy némi kívánnivalókat maga után, most már kevésbé. Na igen, szóval a kettes számú bejelenteni való, az vagy a bejelentésnek nem is feltétlenül nevezném, lényeg a lényeg, kedves drága stream nézőimnek felvetettem, félig meddig viccelve, hogy csodálatosan elmebeteg beszólásaimból simán lehetne egy szép napon ilyen Let's Play merchandise csinálni, Let's Play póló, Let's Play bögre, Let's Play ez, Let's Play az. És hozzátettem, hogy nyilván ennek csak úgy van létjogosultsága, hogyha hát kellő, tehát hogy nyilván lenne egyfajta fogalmam, sem értek hozzá, de nyilván lenne egyfajta érdemi gyártási költsége, stb. Úgyhogy egy bizonyos mennyiség alatt nem nagyon lenne létjogosultsága ennek, úgyhogy igazából csak így mi lenne, ha érdekességként említettem meg a dolgot. Aztán meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy ott legalábbis ott helybe, de jó, az meg Isaac Fork ér egy bombát, meg egy kulcsot, egyszerűen csodálatos, simán megérte, not. Szóval akkor a nagy meglepetésemre meglepően jó fogadtatása volt az ötletnek, bár mondom még egyszer, úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy ennek akkor lenne csak létjogosultsága, nem tudtam, hogy hirtelen 3-5-10-szeresére növekedne a nézőközönségem. Hát ki tudja, lehet, hogy az XCOM Let's Play hatására ez így lesz, kétlem mondjuk. Na mindegy. Szóval arra gondoltam, hogy gyártok egy strópolt, ahol kérnék mindenkit, hogy a lehető legnagyobb őszintességgel válaszoljon, mert annál kevés szörnyűségesebb dolog létezik, hogy ezt bizonyos anyagi ráfordítás mellett ad abszurdum legyártatom, oszt a nyakamon maradt, tehát remek lenne a szekrénybe 50 Let's Play póló, de azért ugye azért nem gyártatnék, most csak mondtam egy számot, tényleg nem gondoltam át ezt egyáltalán, csak ugye a keresleti oldalt próbálom most meg felmérni, három opció lesz ezen a kis strópolon, benne lesz a videó leírásában. Hogyha lennének ilyenek, és mit tudom, hogy nem gondoltuk ki azt, hogy mik lennének, nyilván így nehezebb talán ad abszurdum dönteni is erről, hurrá macska ejtem, mindenki nagyon örül. Természetesen megvesszük. Szóval nyilván még ezeket a részleteket nem gondoltuk ki, tehát hogy hülyekim nyire van, vagy jekim nyire van fordulni, mit tudom én, hány lövése kurva angyalt kinyírni, egyéb elmebeteg baromságok, tényleg a macska ejtem, vannak nyilván sok értelme nem lenne. Mit tudom én. Na, mi ez a rengeteg Red Heartot adó mocsok szar? Ez a Charm of the Vampire, Isaac's Fork. Ez az a rémséges rémségek. Na igen, azt próbáltam én közben továbbiakban motyogni, egyelőre nyilván nem sok sikerrel, hogy ez nem több, mint egy ötlet. Közeljövőben szerintem nem is lesz több annál, de ez még nem jelenti azt, hogy ne csinálnék egy kis közvéleménykutatást arról, hogy ha lenne ilyen, hogy csodálatosan fantasztikus Let's Play póló mindenféle hülyeséggel, akkor ugye hányan lennétek azok fene, pedig nagyon bíztam, hogy itt van a Secret Room, és hogy bemehetnénk a boltba, hát akkor is csak én feláldozom ott az utolsó bombámat arra, hogy kinyissuk ezt a ládát, kétségbe esett, reménykedően van benne egy kulcs, és van.
Úgyhogy bemeltünk a boltba magunk 36 centjével, szóval a kérdés az lesz, hogy ha mennyiben lennének csodálatosan elmebeteg Let's Play pólók, egyéb baromságok, akkor hányan lennétek azok, akik ebbe anyagilag is beleinvestálnának, vagy hogy értelmes emberek mondják, hányan vennétek. És a szándék is tök jó, persze, arra is lesz egy külön opció, hogy én ezt szeretném. Ezek ezért fizettem 15 centet? A válasz persze az, hogy igen, és most nagyon hülyén érzem magam. Szóval az úgy fog kinézni a sztrópol, az egyik opció, hogy igen, ha ez lenne, akkor minden körülmények közt, még hogyha Bill Gates átvenné az irányítást, és 5000 billió forintért is árulná, akkor is megvenném. De jó. Egyszerűen csodálatos, ami itt történik velünk ezen az első két szinten eddig. Egyszerűen fantasztikus. Hiszen gyönyörűen nézünk ki, azt jegyezzük meg, ilyen elég viccesen bugyután néz ki Judas Drága. Na igen, szóval az az egyik opció. Nyilván ez, ennek kéne elérni egy tisztességes számot, az ennek rációja. Azok, akik mondjuk kettes számú opció, azt, hogy szeretnék, de nem biztos, hogy fogok tudni vásárolni. Léci, ha így van, akkor ezt kéretik nyomni. Semmi probléma, semmi harag, már az is tök jó, ezt téged érdekel, csak hogy lehessen ezzel ad abszurdum számolni. Nyilván úgy feltételezem, ez a csoport lesz relatíven nagy, és persze nyilván vannak olyanok is, akiket ez totálisan hidegen hagy, és azokat is hadd kérjem meg arra, hogy ezt jelezzék, mert oké, hogy az elszánt és izgatott és aktivista jellegű és Let's Play merchandise-ra vágyó figurák nagyon megnyomkodják a gombokat, de azért jó lenne egy arányt is látni, hogy meg kik azok, akik, mit tudom, egy hideg ráz ki ettől. Na igen, szóval ezeket jól lenne tudni, ez a három opció van a sztrópolban. Tényleg még egyszer nagyon kérek mindenkit, hogy amennyiben közben milyen fantasztikus spacebar itemet kaptunk az item roomban, nem igaz, egyszerűen simán megérte ide bejönni és elcseszni rá egy kulcsot. Szóval tényleg arra kérnék azokat, akik szeretnék, de nem biztos, hogy ezt meg is vennék, hogy azok tényleg ezt írják, mert ez azért mondom, tehát jár számomra is anyagi ráfordítással, és ez azt jelenteni, hogy nem szeretnék ez az abszurdum úgy belevágni, hogy a nyakamon maradjon. Ezt már elmondtam mondjuk korábban, de szeretném biztosra venni, hogy mindenki érti a dörgést. Mert mondom, magamtól fel sem merült volna bennem, hogy a jelenlegi nézőszámommal eznek bármi létjogosultsága lenne, viszont sokan egész érdeklődőnek mutatkoztatok, amit én nagyra értékeltem. Na mindegy, szóval ez itt a große Frage, ez itt a nagy kérdés, ahogy a művelt német mondaná. A másik nagy kérdés az, hogy mikor hal meg. Na végre most. Nem akarok ebbe a szobába lenni, mert itt nincs számomra semmi jó. Te kiszabadultál, amit én nem akartam, ugyanúgy fel akartalak robbantani, mint ezt a kollégát, amit egy gyanútlan rácsorogsz alapállapotodban, de ez sajnos nem jött össze. Na de ő már meg fogja szívni. Hurrá, 5 centes. Miért van is mondani, hogy ez a secret room? Azért, mert nem ez az. Jó van. Örülök, hogy élmény volt ez a szint is eddig. Meg egyáltalán az egész Isaac kör, tehát eddig olyan fantasztikus dolgokat kaptunk, mint Rainbow Baby és igazából semmi más. A negyed dollárosból megvettük a range-et és nőgyorsaságot, elerontó gyógyszereket. Egyszerűen nagyszerű. Na mindegy, szóval akkor ez a közérdekű bejelentés rovatnak a vége. Egyrészt, hogy szokásos műsorrendünk kicsit felborul, ami nektek persze annyira nem fog feltűnni, mert a szokásos műsorrendet mindig felbolygatom, és az ember lejön a talpán, aki megmondja, hogy mi a rendszer, ami szerintetek a videók mennek, mert van rendszer, ami alapján haladnak a sorozataim, csak gyakran eltérek tőle a kényelmi okokból, amikor valamelyikből még nincs felvéve, etc. A létszínál, hogy a szar, végre egy gyógyszer, ami nem szar, halleluja. Vajon milyen égi beavatkozás kellett ahhoz, hogy végre ilyen is legyen, és ráadásul egyből kettőt is kapjunk belőle. A létre elment a fenébe. A gyógyszernek persze, hogy átszáltadik másmilyenre, a Pretty Flight mondjuk elfogadom. Na, néhány gyógyszer, meg egy Gauntlet Room egész szépen helyre pofozott minket. Ezt nem mondanám még, hogy helyre pofozott, de elkezdett minket. Hát ilyen kis hely felé irányító taslikat adogatni, na és az már egy jó kezdet. Meglátjuk, hogy ugye ez mire lesz jó hosszabb távon. Nos, igen, szóval a közérdekű közleményeket ezennel letudtuk, még akkor is, hogy a 15 kört tettem vele, és sokkal tovább tartott, mint szerettem volna.
Úgyhogy most már azt hiszem koncentrálhatunk Isaacre, bár még vagyok róla győződve, hogy nem fogjuk túl sokáig húzni, mert eddig olyan fantasztikusan mocsokszar dolgokat kaptunk, hogy az valami fenomenális. A legjobban bereménykedhetünk az az, hogy az ördögszobák elkezdenek remek dolgokat adni nekünk. Bomba! Bomba jó ez a bomba, höhöhö. Ez a vicc, nagyon szar és nagyon sokszor elsütöttem, de még mindig jobb, mint hogy itt van a kutya elásva, meg a hülyek kimnyire van, amit most nemrég a Spelunky videókban, pardon, bocsánat, a Spuolanky videókban én itt örömmel, nagy örömmel megcsináltam. Jajaj, robbanj fel, pusztulj el, semmisülj meg, távozz az a világból. Adj egy ilyet, amit én, ezeket én most nem szedem fel, még pedig azért, mert van egy sandagyom az ördög szobában, úgyis. Ja, hogy Krampus. Akkor én ezt visszavontam. Azt akartam, hogy úgyis megvásárolom a két itemet, mert macska és mit tudom én. Ennyit erről, mert itt ugyan itemet csak akkor találunk, ha nem fogunk kapni ajánlatot. Ördög elég szar alkusz, vagy elég szar üzletkötő, nem tudom, hogy milyen jutalékot kap, ahelyett, hogy jobbnál jobb üzletekre kívánna minket rávenni. Helyette ránk küldi a beépített emberét, hogy öljön meg minket. Értem, hogy bizonyos életbiztosítási sémákban ez hasznos lehet, de hát még nem kötöttük meg a szerződést, úgyhogy nem értem, hogy már végül is, de már a második szinten kötöttünk mi valami szerződést félét, de sokkal nagyobb jutalékot kap, hogyha több szerződést is köttet velünk, úgyhogy még talán korai volt ráküldeni a verőlegényét, hogy a biztosítási csalásra működjön. Látszik, hogy ilyen témákkal foglalkoztam a mai egyetemi órán. Remélem érződik, hogy a biztosítóknak a működése az így előkerült. Minden esetre menjünk tovább a következő szintre, ahol van egy játékterem, ami egy ilyen rohadtó hidegen hagy. Illetve két kis mocsodék, akik remélhetőleg szintén csak hidegen fognak hagyni, és nem agyonlőtt állapotban. Már ha ezt nekem kedvesek, hogy meghalnak, nagyszerű. Fú, én gondolkodom a túlélés, a hosszú távú túlélési esélyeinken, és én fenntartom, hogy a nulla felé konvergálnak, bár ez is olyan lesz, mint a Hearthstone pakli, ami most utoljára streamen volt, aminek egyébként fel fogom rakni a bodját előbb vagy utóbb, csak most kell rá egy kis idő és energia és egyéb finomságok, olyan dolgok, amikben nem állok túl fényesen mostanában. Dur 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 dur. Semmi, süllyetek már meg végre. Halljál már meg, halljál már meg, halljál már meg, ahogy néha sötétebbig kommentálós pillanatainkban mondani szoktam, mert legyünk őszinték az, hogy azt üvöltözöm egy ellenfélnek, hogy halljál már meg, az nem éppen a legszínvonalosabb és nívósabb kommentár kategóriájába tartozik, illetőleg hát mondhatjuk is úgy is, hogy egy ilyen olyan szegény ember PewDiePie irányába indulok el vele, amit rendkívül nem szeretnék, már csak azért sem, mert ilyen orgánommal az ember ne játszom PewDiePie-t. Most, hogy ezt a tökért, wow, plusz életerőből nincs hiány, amiből hiány van az az ördögszoba, meg úgy kiemelkedő itemek, mert ez így életerő terén tök jó, el kell, hogy ismerjem. Valahogy összeszedtünk egy nagy halom spirit heartot, minden más szempontból azért, hogy problémás, egyelőre nem tudom, ha nagyon jól játszom, talán egy pokolra jó lehet, pokolra juthatunk még vele. De tegyük hozzá azért, mert nem jártunk se az item roomba, se a boltba. A boltba csak különleges körülmények közt megyek, és ha kapok még egy kulcsot, és pénzem is lesz hozzá. Ez a kettő együtt elég valószínűtlen, hogy előáll, de hát a lehetőség természetesen mindig, ahogy mondani szokták, ott van. Keljél már fel, álomszuszék. Ébresztő! Ébresztő! Menned kell a munkába, Józsi! Józsi! Viszlát, Józsi. Celtic Cross, oké, okay. Ha eltalálnak 33% esélye van, annak egy darabig sebezhetetlen leszek. Nem pont erre volt szükségem. Bár a véradó automatával kicsit talán tudunk itt szórakozni, ezt tegyük hozzá. Valaki robbanjon fel? Köszi. Valami ilyesmiben bíztam, hogy itt szépen felrobbantják egymást egy cuki aranyos láncreakcióban. Itt van-e valami? Egy aranyláda, amit ha akarnék, se tudnék kinyitni. Csodálatos! Csodálatos! Egyszerűen, nagyszerűen
csodája, tosz, és fantasztikus szoszal, szuperje meg, és mit tudom én. Na most már beszeretnék ide jönni, egész egyszerűen azért, hogy ezzel a dologgal itt eltöltsek egy kis időt. Figyeljük meg, hogy a Celtic Cross nem csinál az ég egy adott a világon semmit. Na most egyszer végre vette a fáradtságot, hogy aktiválódjon. Nagyon kedves tőle. És pénzünk az van. Kulcsunk az nincs, baszakodhatok a játékterembe, és lehet, hogy fogok is, azt a vallomást kell, hogy nektek megtegyem. Mert szükség van rá. A játékteremre én azt mondanám, hogy kicsit OP egyébként, tehát annyi kulcsot is tudsz belőle szerezni, amennyit nem szégyelsz, hogyha elég sokáig szarozol vele, és van minimális tőkéd van az induláskor. Az induló tőkéd nagyobb a nullánál, és erre oké, apa, hogy nem a vállalat gazdaságtalan, wow, sétányban az ellenfél vállalat gazdaságtalan irányú élményeimnek boncolgatását, mint a félközönségem, vagy abba adja a videó nézését, vagy lélekben felkészül arra, hogy a Corvinuson folytassa tanulmányait. Na, újabb piros szíveket kellene begyömöszölni itt a véradó automatában. Milyen jó lenne, ha odaadnád ezt a plusz életerőt, amire én itt nem is olyan nagy titokba vágyom. Nincs kedved? Van itt még piros szív, amit én beléd gyömöszölhetek. Márpedig beléd is fogom gyömöszölni. Márpedig beléd is fogom gyömöszölni egy eufemisztikus erőszaktétele előtt mondta ezeket a szavakat, aztán természetesen börtönbe került azért, amit tett. Fú, ez egy sötét és nem is különösebben vicces poénnak szánt valami volt, úgyhogy mi a maxima pulpa? Hát így jár, amikor az ember konkrétan megállás nélkül gépisztolyos gyorsasággal önti ki magából a sületlenségeket, miközben játszik. Na végre már, cseszd meg! Annyira nehéz volt! Egyébként köszi. Szintén fontos lenne nekünk egy-két kulcs. Kulcs szongban nem fogok szerintem kitörni itt azért, hogyha felszedjük, kis kulisszatitok, hogy egyrészt itt az éjszaka közepén veszem ezt fel, vagy inkább már a reggel közepén, és 5:30 van, és azt kell még tudni erről a 5:30-ról, hogy nem azért, mert korán kelő alkat vagyok. Zárójel bezárva. És egy újabb zárójel kinyitva, mégpedig az, hogy adjál már nekem kulcsokat, vazeg! Haragszom rád. Mind a kettőtökre igazából. Adjál cuccost! Adjatok valamit. Ne bombát. Hát, hogy felrobban bele. Megjegyzem, hogyha felmerül ez a kérdés, hogy ó, miért játszol te még itt, hiszen ha lesz kulcsod, úgyse tudsz venni semmit a boltban most már, mert nincs elég pénzed. Ez igaz, de ott van az az aranyláda a izé szobában. Pretty fly, na ezért igazából még meg is érte bele pumpálni, hogy rengeteg pénzt ezekbe a szarokba. Kulcsot most se kívánnak adni nekem. Jó, tőled elbúcsúztunk. Figyelj, mert tőled is mindjárt elbúcsúzunk. Na ez bezzeg adott kulcsot a robbanás. Nagyon ajánlanám, vagy ajánlottam volna neked, hogy adjál kulcsokat, de nem, helyette adtál egy legyet, úgyhogy a te életednek ilyen a te véget is vetnék. Búcsúzásképpen adott nekem valami teljesen értelmetlent, és akkor most jön azt, hogy kinyitjuk azt az aranyládát, és kapunk bele, mit tudom én, egy tarókártyát, hogy a játék a pofánkba röhögjen, és megmutassa, mire értelmetlen volt az egész akció. Ha okos lettem volna, nem robbantom fel őket, addig, amíg ezt nem nyitom ki, nota bene, de nem voltam okos. Mondtam, hogy a játék a képünkbe fog röhögni, és azért használtam, hogy ne kelljen ott harcolni. Kiteleportálunk, visszamegyünk a cuccért. Arra volt egy nagyon pici sanszunk, hogy beteleportál a boltba, zárójelben megjegyzem. Egy per ahány szoba van. Plusz IMR room, aminek mit tudom én, egy a 10. Ugyanakkor a sansz, hogy még bármelyik szobába beteleportál? Őszintén? Nem tudom. Mi van? Nektek nem kéne itt lennetek, de hát ha itt vagytok, akkor megöllek titeket. Nem voltam azzal tisztában, hogy ti visszatértek így, most hogy nem a ajándékot vettem fel, hanem az én jogos tulajdonomat.
és akkor ér ki teleportálni és visszajönni. Na mindegy, furcsa dolgok ezek. Gyakorlatilag lényegtelenek. Az Isaac annyira hülyén programozott játék, hogy az ember mindig talál valami újat. Még 720 óra után is, vagy nem tudom mennyit játszottam vele. Nekem ez a játék lett a passziánsz, én arra jöttem rá. Tehát van egy kis időm, akkor játszom ezt. Nézek valami YouTube videó, de közben akarok meg valamit csinálni, akkor berakom elé az Isaac-et. És így azért összegyűlik az embernek. Egy elég komoly játékidő. Nos, hát négy szinten túl vagyunk, és bizonyos szempontból tök elégedettek lehetünk, bizonyos szempontból meg rohadtul nem, és én inkább a rohadtul nem nézőpontot erősítem. Ezt robbantsuk már fel, mondom, robbantsuk már fel, igen, az nem árt, le is sokunk egy bombát. Wow! Ez jól fog jönni a következő szinten. Na, és meg is érkeztünk. Ide kicsit nagyobb lesz a szint a szokásosnál az átoknak. Hála! Ti rohadjatok meg mind a hányan vagytok ezúton is, hadd kérjelek meg erre titeket rendkívül szépen, kedvesen, aranyosan és úgy egyébként is mindenféleképpen, ha esetleg vennétek a fáradtságot, hogy meghaltok, az nagyon édes lenne tőletek, és van egy halfejünk, ami legyeket generál, és ez tök jó, mert mindenképpen többet ér, mint néhány rohadt piros szív, aminek én semmi hasznát nem látom jelenállás szerint. Meg arra ott van a Charm of the Vampire, hogy értéktelen piros szíveket kapjak, pont most emlékeztetett minket a jelenlétére ez az ósdi mocsok szar. Szia! Leszünk barátok? Adsz nekem valami jót? Elsőre nem sikerült fütyülnöm. Annyira meg voltam döbbenve. Ezt a... Erre nem számítottam, hogy egy játékkal úgy dönt, hogy oké, okay, ennek a drága embernek adok egy brimstone-t. Így kicsit javultak az esélyeink, azt kell, hogy mondjam. Mindenképpen ezt kell, hogy mondjam. Sa-la-la-la-la. La la la, sha la 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 la. De azért, hogy messze nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mondjuk ünnepelni kezdjünk, illetve azt ünnepelhetjük, hogy jaj, de jó van nekünk brimstone-unk, de azért ott még nem tartunk, hogy győztest hirdessünk az Isaac vs. Judas mérkőzésen, vagy Isaac plus Blue Baby vs. Judas mérkőzésen. Nyissuk ki, hülyeség volt, pláne így. Mi ez a rengeteg piros szív, ami nem kell senkinek a vége egyadt a világon? A sebzésünk azért úgy nem, nos, nem jó. Book of Belial-el az, de az egy másik kérdés. Meg ha csak belegyalogolunk az ellenfelekbe, akkor se rossz, de ez se gyakran opció. Random gyógyszer. Range-nál igazából be is vehetjük, mert teljesen mindegy. Ha a játék trollkodik, én visszatrollkodom és megzabálom. Nem tényleg a játékot, hanem a szar gyógyszert, amit ajánl. Na jó, vagy nem is ajánl, hanem ad. Ne, ezt végül is meg is érte. Közben majd szépen feltornáztuk magunkat olyan szintre, hogy meg is érje bemenni a boltba, mert félreértés ne essék, be fogunk menni. Mi van ma az item roomokkal? Hát csak az az item hiányzik, ami... Tudjátok, amikor egy üres item roomot spawnol, tehát ennél már csak az lenne szarabb, semmit nem kapnék szó szerint. Ismeritek azt, hogy tudjátok, miről beszélek, tehát ennél már sokkal lejjebb nincs, amit eddig itt most láttunk. Haj meg, meghaltál. Na már megnyitom ez a haj meg kommentár elem. Nem legizgalmasabb és kreatívabb gyöngyszemeim egyike. Tehát hol van ez egy hánylövés, egy kurva angyalt kinyírnihoz képest. Ami azért nem tennék még benchmarknak, jegyezzük meg, de azért van. Szia! A haverod nagyon jó fej volt. Te is leszel az? Annyira jó fej már nem leszel, mint ő volt. Kösz a semmit. Kösz a valamit. Hát ez még jöhet jól, de annyira úgy nem vagyok elégedett, se boldog, se happy, se igazából úgy semmi se, egy ilyen nihilista
vagy nem is még azt sem mondta, hogy nihilista, egy nagyon semmi állapotban élünk mi most itt, és véradó automata, amiből lesz pénz, amiből jobban be tudunk menni a boltba, ami nagyszerű, és talán még egy plusz életerő is, hogy amilyen szerencsénk van, IV bag. Adjál cuccot. Adjál cuccot. Adjál cuccot. Mit nem értesz azon, hogy adjál cuccot? Adjál nekem plusz életerőt. Plusz... azt a troll édesanyucikádat, azt. Na jó. Mutassuk meg a bossnak, hogy ki a főnök. Megkérdezik a nagyon szarszó viccek, amikről nem tudom, hogy nem jutottak eddig eszembe. Pici monstróval az a baj, hogy néha ugrabugrálni kezd, és nehéz erre a... kicsit nehezebb állani erre is a különböldözzel. De Brimstone vs. Brimstone, elismerem, hogy kicsit talán unalmas lehet. Viszont legalább annyival tudom nyugtatni a jó népet, hogy nem fog sokáig tartani. Itt és most vége, van egy ördögszobánk. Aki ezt kitalálta, a Cat o' Nine Tails, az rohadjon meg. Főleg, hogy ezt miért kellett most megkapnom. Macska item természetesen megvásároljuk, Mark természetesen megvásároljuk. Ha ennek a mocsok szarkörnek a végére én macskává változom, akkor meg fogok lepődni. Önnek annyi, ez plusz pénz, úgyhogy most szépen annyi türelmet kell, hogy kérjek tőletek, hogy visszasétálok a boltba, ahol valószínűleg Reed-et találjuk, aki már röhög a markába, hogy mekkora idő és energia veszteséget fog ő nekem okozni, meg talán életerő veszteséget is, annál többet nem fog, ezt hadd áruljam el. Így előre már, ha ott van, de nem most lesz itt, ott lesz a következő boltban. De ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy ő ott csücsül bent. Nyertem. Hát akkor már meg is szabadulhatunk tőle. Pénz, 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 pénz. Ha ide jövünk be előbb, és nem a kódus gyereket tömjük tele pénzzel, akkor nem a Steam Sales kaptuk volna tőle, és a Steam Sales is meg lenne. Legalábbis a lehetőség meg volt rá, hogy Greed odaadja. Na mindegy, az utolsó boltban fél áron fogunk tudni vásárolni, már ha az utolsó boltban nem Greed, Super Greed lesz, és egyébként az egész leárazás szar se ér, mert 36 centünk van. Juhu! Lehetünk tovább minden esetre. Közeledünk anyánkhoz, amire nem mondanám, hogy az első nagyobb teszt lesz, de hát lehet, hogy az lesz. A fene se tudja. Dur, dur, dur. Ahogy a művelt, ahogy a költő fogalmazott hajdanán. Dur, dur, dur. Mert én tudom a te haláltok. Na ez viszont tényleg egy József Attila versből van. Egyébként a Tűz van címűből, hogyha valakinek ilyen irányú kérdése lett volna felém, amit őszintén szóval kétleg, de hát ettől még indíthatok olyan vers mindenkinek robotot is. Itt most egy kicsit trükközni fogunk azért, hogy kapjunk egy vutyutyutyutyú, egy vutyutyutyutyút akarunk kapni, pontosan ezért, mert itt a móka, illetőleg egy Spirit Heart másik leánykori nevén. Az nem biztos, hogy megér nekem két kulcsot, az nem biztos, hogy megéri a fáradtságot, de lett benne kulcs, úgyhogy megéri. Nem volt benne kulcs, úgyhogy már most tudom jelezni, hogy nem érte meg. Ha csak nem lesz itt mondjuk a harc után nekünk egy... és sebzünk olyan rosszul. Azért volt ennél már rossz a Brimstone-om is. Na igen, egyrészt a mocsok Charm of the Vampire meg fogja akadályozni, hogy Polaroid sebezhetetlenségem legyen, úgyhogy fel se kellett volna szedni. Hát jól néztem ki, amíg, vagy hát érdekesen néztem ki, amíg nem tüntette a csomó másik hatása a külsőben okozott változtatását, úgyhogy ennyiben megérte. Ezt nyissuk ki, csak finomság. Bátraké a szerencse, kivéve amikor ugye pont, hogy nem. Tehát aztán tényleg egy olyan mondás, amire elég sok a kivétel. Két Spirit Heart nem rossz, de sajnodged X. De jó, hogy ez itt fél áron itt van. Tudjátok mit? Megvesszük. Egyszer használjuk. Itt hagyjuk. És soha többé nem gondolunk rá. Juhu! Na, ezt is letudtuk. Nagyszerű. Két kulcsot azért nem áldoznék arra fel, bár tény, hogy megtehetném.
de inkább mégse. Vajon mi lesz az utolsó item roomba? Inkább kezdjünk el ezen gondolkodni. Szerintem a szar. Vagy inkább javítom az esélyeimet, mondjuk úgy, hogy szó szerint, hogy átvitt értelemben egy kalap szar. Igazam is volt, meg nem is. A Book of Shadows tök jó. De a plusz sebzés is tök jó. De azért fogom Book of Shadows-t választani, mert egyrészt ritkán szoktam. Másrészt meg, mert a Poison Touch-sal együtt, ugye ne felejtjük, felszedtük a vírust, valakibe belegyalogolunk, az nekik fájna. Book of Shadows-nak az elég hosszú sebezhetetlenségi periódusával ezt nagyon ügyesen, aranyszar, nagyon ügyesen aranyszar, illetve nagyon ügyesen ki fogjuk tudni aknázni. Ami fantasztikus, és ne felejtjük, a Polaroid-tól nem lesz sebezhetetlenségünk, ha csak nem tudunk megszólni az egy rohadt szívtől. Nem, de a lényeg, hogy kipróbáljuk ezt, mert érdekes. És hát az érdekesség mindenek felett áll, úgyhogy akkor jön a pillanat most, hogy akkor belesétálunk anyánkba. Anyánk nem a legjobb ellenfél erre, ezt én leszek az első, aki megjegyzi, mert hogy nincs állandóan a képernyőn, tehát nem egy ilyen híres média celeb személyiség, aki állandóan a képernyőn van. Ez anyánk szíve. Ő csak így néha-néha megjelenik, elvállal valami kis haknit, kap belőle valami pénzt, azt utána eltűnik a nyilvánosság szeme elől. Hát a nyilvánosság lába elől is egyébként, meg a nyilvánosság egyéb testrészei elől is. De ez aztán az utolsó műsorszáma, mert neki itt annyi, ezt felveszem, mert miért ne. Ezt felveszem, mert muszáj, és menjünk tovább. Talán javultak valamelyik a kilátásaink, abból a szempontból nem, hogy tök szar irányba jöttünk. És továbbra sincs se irányítunk, se térképünk, se semmink, azok valószínűleg már nem is lesznek, ha csak nincs különlegesen nagy szerencsénk, mint hogy az utolsó macska itemre is azért, ha kb. Keresztet még nem vethetünk, de van itt egy curse roomunk, meg lesz még egy ördögszobánk, talán. Na vajon? Oké, befogtam a lefcses pofámat, és ha már itt tartunk, van equals power, mert a plusz sebzés problémámat is megoldottuk, rendben, azt hiszem, GG, well played, ahogy az angol mondaná. Hogy ebből ez hogy lett? A hana az az, amit nem szedünk fel. Most konkrétan ülnék, ha halállal harcolnánk, mert egy darab húskockánk sincs, és úgy jó lenne, mert akkor így három dolog lenne körülöttünk. Ördögszobát visszakapjuk majd, és üres lesz, illetve üres azért nem lesz. Ha visszakapjuk az ördögszobát, akkor én konkrétan fel fogom venni ezt. Nagyon hülyén fogom érezni magam, hogyha ez így nem úgy lesz, ahogy gondolom. De én úgy gondolom, hogy ez úgy lesz, hogy akkor lesz az ördögszoba, az megjelenik, mert ilyenkor meg szokott jelenni, a beteleportálok, meg fog jelenni. Benne lesz a gapizpa, felvesszük és elhasználjuk ezt a... Tehát most igazából miért ne issam ki a pluszpénz, egyébként most jó is. Meg azért a ládáért is menjünk már vissza, mert repülve tudni, ki tudom nyitni, bárhol is legyen. Na igen, szóval, hogy akkor el tudom ezt használni ott bent, és akkor továbbra is lesz cuki, szuper aranyos polaroidom, vagy hát polaroid sebezhetetlenségi bónuszom, amikor éppenség. Ezt miért nem jutottam ki az előbb? Nem, de egy plusz pénz. Rossz pénz nem vészel, úgyhogy ezt biztos rossz pénzben megtaláltuk. Hagyom, hogy ez a szar, nagyon szar, rémesen szar poén így lesen mindenkinek. Ebben most igazából ugye most kivételesen most meggondoltam magam, és minden pénz tök hasznos számomra. Most már mammonhoz imádkozom. 5 másodperc előtt mondok egy nagyon szar szóviccet, mamontra hivatkozom. Tehát, hogy néha nem értem a saját agyműködésemet, ezt a vallomást kell megtennem. Nem tudom, miért jövök be ide, amikor itt nyilvánvalóan nincsen a kijárat. Igazából mindegy is. Szóval valahogy sikerült macskává látoznunk, és egy... Jó, hagyjatok meg. Elrontjátok az öröm ünnepemet azzal, hogy eltaláltok. Na jó, szóval... Ha kívánságműsor, legyen már itt az iránytű. Hát nem fogjuk meg tudni, itt van az iránytű. És azt hiszem tudjuk, hogy erre jobbra nincs a kijárat, úgyhogy iránytű és térkép nélkül is meg tudom mondani, hogy itt kell majd jönnöm. Nem néz ki kicsit úgy ennek a szintnek a képe, mint egy kulcs lenne? Egyébként? Ezt csak így én gondolom. Szóval biztos, hogy erre kell jönnünk. Charmodul Vampire megrohadhatott, ahol van. Aranykulcs. Na, ha nem lenne olyan rohadt messze a szoba, vissza is mennék. De messze van, úgyhogy nem megyünk vissza. Helyette itt szia blót, hát nem pont benned bíztam, de
te se fogsz nagyon örülni annak, ami itt történik. És nem kaptuk vissza az ördögszobát, úgyhogy nagyon hülyén érzem magam. Nem tudom miért nem, mert ilyenkor megszoktuk. Hát akkor felveszem ezt is, mert miért ne? Majd elveszünk Polaroid izényekről is. Ez furcsa, mert én esküdni mertem arra, hogy ilyenkor visszakapjuk. Na mindegy, túl fogjuk élni. Polaroiddal ez már pláne túl egyszerű lenne. Temperance. Ez persze csak ideiglenes megoldás jelent a gondjainkra, ezt jegyezzük meg, de igazából nem is ezért használom, hanem azért, mert a plusz pénz az ugye plusz sebzést jelent most nekem, és mint ilyen több hasznos. Ezt igazából is használom most, mert lusta disznó vagyok. Röpröf. Na, ez béna volt. Ja, szóval sajnos a Charm of the Vampire miatt ezt állandóan el fogjuk vezíteni ezt a Polaroid cuccot. De ez van. A Secret Roomban majd benézünk, mert nyilván így, ha már a pénznek valami használás is van a számomra, akkor érdekeltebb vagyok a dologban, mint általában, mert általában tény és való, hogy nem a Secret Room kereskélés a kedvenc hobbim ebben a játékban, de hát így az ember azért szívesen felszed 29 centet, ami plusz, azt hiszem 0,04x9, az plusz 0,36 sebzés, ha jól emlékszem a szorzóra, lehet, hogy nem. Most persze a jó játék azon, hogy visszamegyek a véradó automatához, és belerakom ezt a szíjat, de őszintén szólva, igen, csak magas sort teszek arra, hogy mi lenne a jó játék. Itt most azt fogjuk csinálni, hogy anyucikánkat rávesszük arra, hogy a képernyőn maradjon, ne legyen már olyan rossz primadonna állandóan. És amikor ez meg lesz, oda beállunk elé, és megmondjuk neki, amit gondolunk róla. Aztnak nem örülök, hogy ezt a bombát te onnan kilökted. Semmi okom rá bombákat használni itt egyébként, megjegyzem. Te megteszel ettől még. Te rohagy már meg ott, ahol vagy. Oké, te most már látom a képernyő maradsz, úgyhogy most jön az a pont, és beállok eléd, és enyhe mérgezéses tünetekkel fognak téged kórházba szállítani, illetve hát a hullaházba. Mehetünk tovább, de jó. Azért kicsit óvatosabban kéne bánnom az életerőmmel, ezt meg kell, hogy jegyezzem. A plusz 6 spirit heart úgy jól esett volna. De hát, ami nincs, az nincs. Azért is hülyeség volt, mert igazából ugye a Book of Shadows kevésbé hasznos így, igazából amit kapunk, az a Polaroid sebezhetetlensége, de nem lett volna fontos, nem, de egy pofa befog, Isaac meggyilkol. Most jön, akkor ezt ideben lép. Beállunk szépen, örülni fog nagyon illetve hát mi fogunk neki örülni, nagyon ő kevésbé, legyünk őszinték. Azért igen, ez ugye egy cuki mennyiségű sebzés, amit itt lenyomtunk. Ilyen a mérgezés, már is a harmadik stádiumban van. Mint emlékeztek a régi szép időkre, amikor arról panaszkodtam, hogy nem sebezek eleget? Nem ma volt, érted? De ma volt. Nem is olyan régen. De ilyen apróságoktól most tekintsünk el. És engedelmeteket térjünk el a Chess Clear-től is, egész egyszerűen mérhetetlen lusta vagyok, és 10 perc múlva reggel 6. Úgyhogy csak képzeljétek ide a Chess Clear-t, jó? De meghalsz, ezt kinyitjuk, ezt felszedjük, és leszarjuk, és megyünk tovább, és a bótot elpusztítjuk, és a bót ennek nem fog örülni, meg örülni fogunk neki. De azért nem garantált a győzelmünk se így, ha ilyen tempóban zabálom fel a Spirit Heartokat, bár tény, hogy lesz egy ugye jó pár szólulás születek majd, mint macska. Egy Rosary-t elfogadnék igazából, az az item, vagy ezt a plusz sebzés, plusz életerőt, azt is, az is jöhet egyébként végül is, hát nem mondok rá nemet. Most, hogy így felajánlod játék, végül is tökéletesen jól hangzik ez is. Összehalom random bombát, vagy kulcsoknak jobban örültem volna. Ez talán nem nagy titok. Jó, téged lusta vagyok megölni konvencionális eszközökkel, és igazából téged is lusta vagyok megölni konvencionális eszközökkel, úgyhogy engedem, de csak ide állok, majd lövök. De már! Ennyit arról, hogy konvencionális és nem konvencionális eszközök.
Lehet, hogy most még jól is lesz valami, ez a Charles de Vampire egyébként. Újabb láda benne, újabb ingyen item, reméljük, hogy valami jó. Például ez. Ez is csinál valamit? Nem. Jó, ennyit erről. Mondjuk azt kellett volna előbb megnéznem, hogyha ez a... Ez nem az, amire gondoltam. Ha gondoltam, ez a szoba az, amiben csak piros színek vannak, akkor a D20 az egyébként tök jó lett volna nekünk. Na, ez már persze mindegy. Minden szar hagyom, hogy eltaláljon. Hogy nem lesz ez ám olyan triviális, mint amilyennek talán beállítottam, nem is olyan sokkal ezelőtt. Sziasztok, tripla lokik, akiknek megvan az a csúnya szokás, hogy annyi helyen lövöldöznek, egyszer simán eltalálhatnak. Most már csak kettő van, ez a probléma, ugye, vagy ez a veszélyforrás azt a 66%-ára csökkent, ennek ennek még mindig sikerült eltalálnia. Úgyhogy igen, életerő terén csehül állunk, igen, csak csehül állunk a csenyelvel. Ahogy ugye már nem is tudom miben mondták, de viccesnek találtam, meg viccnek is szánták terré. Jajaj, szetesen. De igen, egy tök jó ellopható kis duma. Na majd a Charm of the Vampire végre talán csinál is valamit. Judgment. Pont te kellettél, hogy itt legyél? Felrobbantalak a szájtemet, úgyse fogsz, mert kirnyó vagy. Mondjuk tény, a haverod nagyon édes volt. A haverod nélkül most nem lennénk itt, ahol ma vagyunk. Ettől még nem engedhetem meg magamnak, hogy neked adjak finomságokat, ne haragudj. Bár a pénzesnek meg az életerő, a sebzésemből adtam volna. Ilyen érdekes kis dilemma, nem? A sebzésemet, vagy az életerőmet áldoznám fel inkább. A válasz az, hogy ebben a helyzetben igazából egyiket se szeretném, de valamit muszáj, akkor a sebzésemet. Wow! Tenném, full kártya visszateleportál a kezdő szobába, ezt megtartjuk arra, hogyha esetleg találnánk egy zsákutcát, amit simán előfordulhatnék. Pókicák. Meg mókicák. Meghaltak. Carrion Queen mocsok lenne, de ilyen körülmények között szerencsére abszolút nem az. Bár azt értékelni, te, igen, azt akarod, hogy értékelném, ahogy nem találnál el, de értékeltem, hogy ott nem találtak el, most már mondhatom szerencsére így is. Erre semmi, azért a kis anyád, azt akarod, hogy a kis pókok elől nem teleportálnék el, de talán jó ötlet lett volna mégis. De mondjuk fel tudunk tankolni életerőből. Mondanom sem kell, hogy a Book of Shadows-t Blue Baby-re tartogatom. Ez nyilván nem ár, hogy minden szar eltalál. Nyilván nem igényel különösebb magyarázatot. Oké, nyertünk. Ott, amikor én még panaszkodtam a sebzésemre, aztán kaptam egy Brimstone Polyphemus Magnifus Power 3-ast. Azok voltak még a régi szép idők, a legyek természetesen szintén elbaszottul elmebetegekké váltak. Mein Gott, milyen lényt teremtettünk itt. A Brimstone-nak 5000 évbe telik természetesen használható állapotba kerülnie, de ezt mi pont leszarjuk. Akaratomon kívül ebből egy chest clear lesz, illetve hát a Lord az igazából, hát felszedhetjük majd, de minek. Na igen, chest clear, minden szoba, amit el tudtok képzelni. Remélem örültök. És akkor most jön az, hogy hát drága Blue Baby, ő nem fog jól járni. Mert a halálának ezerféle módját tudom én ajánlani. Hát ez jobban alakult, mint vártam. Azt kell, hogy mondjam. Szeretném ezúton is megismételni az irányú kérdésemet, hogy a strópolt azt töltsétek ki az igazságnak megfelelően, mert azzal sokat segítetek. És ez volt az Isaac. És két nap múlva, vagy három nap múlva, attól függően, hogy a 15-én este jön ki a játék, akkor a 16-án jön az XCOM. Mert az jó. Innen folytatjuk legközelebb.